A szakmai gyakorlatokat hogyan kell majd bepótolni? Vannak jó kérdések, ebből is látszik, amikben jó kérdés az, amire nagyon nehéz válaszolni. A szakmai gyakorlatok pótlása az elsődlegesen nem egyetemi kérdés, hanem annak a kérdése, hogy a fogadó intézmény hajlandó-e szakmai gyakorlatra hallgatókat beengedni. Se állás szerint se a bíróság, se az ügyészség, ugye a legfőbb, két legfőbb társ intézményük, amelyeknél a szakmai gyakorlat adja magát, nem fogad szakmai gyakorlatra hallgatókat. Amint ott kinyitják esetleg a kapukat, akkor folytatódhat a szakmai gyakorlat. Más intézményeknél pedig, hogyha ilyet találnak a hallgatók, még egyszer jelezzék, kötünk velük, hogyha nincsen egy szakmai gyakorlatra vonatkozó megállapodásunk, és akkor ott lehet folytatni a szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlatnál nem az intézmény maga meghatározó, hanem az, hogy jogi munkát kell ott végezni. Tehát ez lehet egy biztosítótársaság is, lehet egy bank is, lehet egy helyi önkormányzat, a bíróság, tudom én, az ENSZ képviselet, bármit, csak igazoltan jogi tevékenységre vonatkozóan kell a gyakorlatot lefolytatni. A levelezős hallgatókra vonatkoznak-e bármilyen új szabályok? Nem. Mi lesz azokkal a diákokkal, akiknek az államvizsga előtt egy vizsgájuk van, és utána szeretnének bekapcsolódni az államvizsgákba? Pláne, hogy az egyetem bezárását követő héten lett volna pont egyéni vizsgám, így mehettem volna polgári jog államvizsgára, de ezzel teljesen ellehetetlenültem, mert a távvizsga nem megengedett, így a következő államvizsgára sem tudok becsatlakozni. Értem a problémát és a hallgató élethelyzetét. Ha engedem önnek és a többi majdnem 100 sorstársának az egyéni vizsgát, vagy olyanoknak, akiknek csak egy, ne talántán kettő vizsga van az abszolutóriumon, és akkor hova csatlakoznak be? Kérdezem. Abba a záróvizsgába, ami már biztosan csúszik egy hónapot? Vagy hogyha majd ott tartunk és megint halasztani kell? A bizonytalanságot nem szeretném újabb bizonytalansági tényezőkkel tetézni. Pont elég bizonytalansági faktor van jelenállás szerint is. A levelező igazságügyi igazgatás is hallgatók milyen módon tudnak majd vizsgázni, főként a szigorlatok érdekelnének. Megint a távvizsgáztatásnál tartunk, legközelebb 4 hét múlva tudok erre konkrétan válaszolni, hogy milyen módszertan alapján készülünk, akkor már látni lehet azt, hogy esetleg nem úgy tudjuk megkezdeni a vizsgai időszakot, ahogy azt normál keretek között megkezdenénk. Lehetséges, hogy jobb lenne elhalasztani a záróvizsgákat? Tudom, hogy etéren is nagy a bizonytalanság, de véleményem szerint érdemes lenne megfontolni a tavaszi záróvizsga időszak elhalasztását. Esetleg meg lehetne szervezni úgy, hogy mi, akik idén vizsgáztunk volna, becsatlakozzunk az őszi vizsga időszakba. Mivel az a bizonytalanság szerintem nem csak számomra, de a többi vizsgázó számára is idegörlő. Félreértés ne essék, nem a tanulással van a probléma. Viszont ha a polgárjogi záróvizsga esetleg megint elhalasztásra kerülne egy hónappal, akkor már legalább 3 hónapja húznánk vele az időt, aminek szerintem nincsen sok értelme. Ezért talán az lenne a legmegfelelőbb, ha a fennmaradó vizsgákat ősszel teljesítenénk. Nézzük. Tanítómesteremtől azt tanultam, hogy minden ötlet jó ötlet. Ez is azt mondhatnám, hogy beletartozik ebbe a sorba. De azért azt hadd tegyem hozzá, vannak olyan hallgatók, akik meg égnek a vágytól, hogy minél hamarabb záróvizsgázzanak. És hogyha egy mód van rá, akkor be fognak jönni július akármikor a 38 fokba, csak záróvizsgázzanak. Hogy haladjanak előre. Könnyen előfordulhat egy olyan helyzet, nem tudom, jóslásra újabban már nem foglalkozom, hogy az elkövetkezendő időszakban folyamatosan lesznek záróvizsga periódusok. Tehát igen, halasztunk, de egyszer el kell kezdeni záróvizsgázni. Egy olyan helyzetbe kerülhet a kar, hogy föloldódnak a határok záróvizsga időszakok között. Annak érdekében, hogy azok, akik lemaradtak, bocsánat, a rendkívüli helyzetben, azok is megkapják azokat a lehetőségeket, hogy be tudják fejezni a záróvizsgákat. Ha elhalasztanák az egész időszakot őszre,
akkor egy olyan torlódást idéznék elő, hiszen akkor meg jönnek más hallgatók, akik pedig az őszi záróvizsgára készültek, amit meg a szervezetnek a szakító szilárdsága nem fog elbírni. Hogy belelavírozzuk magunkat egy folyamatos záróvizsga periódusba. Nézzék, én azt mondom, hogy még ez a lehető legjobb eset. És akkor a lehető leggyorsabban tudjuk a restanciáinkat esetleg ledolgozni. Jelen ismereteim szerint a dékáni utasítás március 23-ig tiltja, hogy az egyetem épületét személyesen látogassuk. Azonban a távoktatás elrendelése ez utáni időszakra is vonatkozik? Itt nem a dékáni utasítás az, ami a jogforrás, bocsánat, hanem van egy kormányrendelet a veszélyhelyzetről, a 2021-es, amiben az van, hogy hallgató az egyetemre nem léphet be. Ha vizsgáztatás sorra kerül, akkor ezt, ha más szabályt nem is, ez biztosan figyelembe kell venni. Úgyhogy ehhez képest az én instrukcióim vagy utasításaim, azok legfeljebb a részletekre vonatkoznak. Arra szeretnék választ kapni, hogy a felvett differenciált beadandó tárgyak esetén a teljesítési határidő mennyiben módosul, illetve módosul-e? Hogyan lesz teljesíthető tekintettel arra, hogy a könyvtárak zárva vannak, és lesznek is? Elegendő az internetes forrásokból, meglévő tankönyvből elérhető anyag felhasználása az ajánlott irodalom helyett? Ezt a tantárgy oktatójának kell meghatároznia, és még egyszer visszatérek arra, hogy külön kértem az oktatókat, hogy olyan feladatokat határozzanak meg a hallgatók számára, amelyek könyvtári szolgáltatások nélkül is teljesíthetőek. Tehát olyan helyzet nem állhat elő, hogy a hallgató azért nem tudja a feladatot ellátni, vagy megoldani, mert nem jut hozzá a forrásokhoz. Én azt el tudom képzelni. Legalábbis a saját portfóliómban még egyszer nem felé fogunk elmenni. Tényállások, amikhez jogszabály kell, és abból lehet dolgozni bizonyos segédanyagokkal, vagy oktatói segédlettel. Persze ez nem minden tantárnál megvalósítható, de az önálló hallgatói munka könyvtári szolgáltatások nélkül ezt a helyzetet az oktatónak kell elsődlegesen figyelembe vennie. Az összes tananyag feltölthető a Neptunba? Tankönyveket árusító helyek bezártak, kifogytak a hatályos tankönyvekből. A nyomtató helyek is bezártak. Jobban szeretek tankönyvből tanulni. Mit tegyek, mit javasol a dékán úr? Itthoni nyomtatom több száz oldal nyomtatására sajnos nem képes. A Neptun, ahogy azt már korábban szóba hoztam, egész egyszerűen tárhely kapacitás felől nem alkalmas arra, hogy ott nagyobb mennyiségben tananyagokat feltöltsünk. Arról nem is beszélve, hogyha nagyobb terhelés kap a Neptun, erre volt már példa, lehet, hogy azt nehezen tudja elviselni. Tehát továbbra is marad az a két alkalmazás, amit korábban szóba hoztam. Hogyha olyan tananyagra van szükség, én tudom azt, hogy vannak olyan tanszékek, akik, hogyha van ilyen igény, akkor a hallgatók számára tudnak tankönyveket rendelkezésre bocsájtani. Értsék ez alatt azt, hogy vannak olyan tankönyvek, amiket a hötiroda értékesít. Megoldható az, hogy adott címre esetleg elpostázzuk azt a tankönyvet, hogy ezzel segítve a felkészülést, hogyha van ilyen igény. Mármint nyilván nem ingyenesen, bocsánat, ez félretések elkerülése véget. De ez ilyen keretek között megoldható. De egyelőre nyilván zárt fénymásolóhelyek, zárt tudásközpont mellett ebből tudunk csak főzni. Korábbi vizsgákat, záróvizsgákat elismerik-e, hogy megkönnyítsék a nehezebb, illetve hátrányos tanulási körülmények miatt fennálló előrehaladást, hogy csak a hiányzó vizsgákat kelljen letenni? Itt gondolom, itt valami kredit elismerésről lenne szó. Tehát nyilván azok a vizsgák, amit korábban, tehát belátható időn belül a karon tett a hallgató, hát ezt nyilvánvalóan elismerjük. Hogyha esetleg a kérdésben az is benne van, hogy 5-10 vagy 15 évvel ezelőtt letett vizsgákat elismerünk-e vagy befogadunk-e, ebben így már azért nehezebb válaszolni, tekintettel arra, hogy ez a kreditátviteli kérdések, amit egy kreditátviteli bizottságnak kell rendeznie, de reális a kérdés, fogok ebbe az ügyben beszélni a KB elnökével, hogy találkozott-e ilyen esetekkel, és mi a gyakorlat.
Ha a tandíjat vagy tandírészletet nem tudom a jelenlegi helyzetben időben fizetni, akkor mi lesz a fél évemmel? Szóba került tehát az a javaslat, miszerint a késedelmi díjakat nem fogja kivetni az egyetem. Ez valószínűleg így fog történni. Lenne lehetőség az alkotmány, illetve közigazgatási jogzárovizsga tétel során módosítani? Tisztelettel jelezném, hogy ez a helyzet minket zárovizsgák előtt állókat különösen megterheli, hiszen az eddigi folyamatos, rendszerezett tanulási szokásaink teljesen felborultak. Az alkotmány zárovizsga köztudottan a legnehezebb vizsga, és éppen ez marad a tervek szerint nyár közepére. A mostani 120 tételt lehetne esetleg csökkenteni, vagy más módon egy méltányosabb helyzetet teremteni? Lehet. Mindent lehet. Beszélnem kell a tanszékvezető kollégával erről. Ha majd ott tartunk, valóban már itt kint a folyosón készülnek a hallgatók a záróvizsgára, és ez már belátható időn belül lesz, akkor nem fogjuk elfelejteni, hogy honnan indultunk. Mi az az élethelyzet, amiben a hallgatóinknak át kellett élnie és eljutni a záróvizsgáig. Magam részéről nem tartom kizártnak azt, azzal együtt, hogy közigazgatások ezek szerint könnyen megoldható, hogy csökkentsük a közigazgatási jog talanyagnak, a terület talanyagnak a mennyiségét, az alkotmányok nevében nyilván nem tisztem nyilatkozni. Köszönjük a dékán úrnak, hogy válaszolt a hallgatók kérdéseire.